Ott hagyta a bölcsészkart, hogy feleség legyen, végül Örkény oldalán lett a gasztroirodalom nagyasszonya. Örkénytől kapta óriási szakácskönyv gyűjteményét, és ő szerettette meg vele a francia ételeket is. A valamikori bálkirálynő több könyvet adott el, mint a híres íróférj, pedig eredetileg sem író nem volt, sem főzni nem akart. Én ki nem mentem otthon a konyhába. Tehát abszolút. Se enni nem szerettem, se főzni. F. Nagy Angéla csak azt követően lett a főzés szakértője, hogy a szakácsnőjüknek híre ment és a szomszédos követség átcsábította. Ott maradt egy ínyenc férjel, aki az ételek elkészítését csak elméletben tudta. Hadifogságban azt csinálták, hogy lámpaoltás után a pritsen evésről beszélgettek, miközben majdnem éhen haltak. Ez egy szörnyű helyzet lehetett, és mondták egymásnak a recepteket, hogy mit, hogyan kell főzni, de azt nem mondták el, hogy miből mennyit kell venni. Esküvő után 3 hónapra elmentünk Franciaországba, és elunta a francia kosztot, és akkor azt mondta, hogy ő főzünk valamit. Hát mondtam, hogy én rám ne számítson. Mondta, hogy jó, ő főz szerbrizses húst. Jó. Csak nem tudta, hogy mennyi rizsből kell. Éjszaka a rizs megerjedt, és elindult. És az egész konyhámat ilyen rózsaszín hó borította be. Tehát ez volt a szerbizs. Angéla tette híressé Horváth Ilona szakácskönyvét, mikor inkognitóban béríróként 4-szeresére bővítette azt. Első saját könyve csak ezután jelent meg. Receptjei stílusát eleinte Örkény javította, olyan gonddal, mintha azok egyperces novellák volnának. Gyakorlatilag nem csak főzni tanultam tőle, hanem írni is. Az ő elvei szerint az, hogy csomó petrezselyem nem lehetett leírni, mert petrezselyem az csokor. Tehát a húst azt nem helyezzük a fazékba, vagy a lábosba, hanem vagy fektetjük, vagy darabolva rakjuk, vagy szórjuk, vagy, tehát az apró, stiláris különbségekre ő szoktatott rá. Angéla fejében ma is több ezer recept van, sokszor merít idegen nyelvű könyvekből, de szigorúan csak alapötleteket. Megszállottként olvas mindent, ami gasztronómia. Ha olvasok egy ismeretlen szöveget, ráismerek, hogy a sajátom vagy sem. Mármint, hogy lopták ki a receptet? Na ez az. Ez az. Örkénynek nyugalomra volt szüksége az íráshoz, de Angélának kevés volt a főzésből és pelenkázásból álló feleségszerep. Receptjeink később generációk nőttek föl, de kezdetben álmában nem gondolta volna ezt. Emlékszem egy napra, amikor ebbe a lakásban, ahol most is vagyunk, fölállá járkáltam, és azt sikítoztam fennhangon, miközben ömlöttek a könnyeim, hogy én semmire nem vagyok jó. Mert én megfőzöm az ebédet, megeszik, kimosom a pelenkát, újra összepiszkítják, kitakarítom a lakást, és ott hisztiztem föl alá. És ott volt nálunk véletlen vendégségben Boldizsár Iván, aki az akkori Magyar Nemzetnek volt a főszerkesztője. Főzni tud? Mondta az Örkény, hogy persze. Azt mondja, ha megtanítod írni, adok neki állást. Így kezdtem én írni.